Az adatépítés Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is, Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com per adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Mai adásban három témát hoztam nektek. Az első rögtön a nasa -tól. Egyébként ez egy hvg megjelent cikk, a címe pár percet kér öntől a NASA. Néhány kattintással sokat segíthet a Mars missziónak. Úgyhogy teljesen abszolút nem clickbait tényleg erről van szó, úgyhogy ha akartok segíteni a Mars missziónak egyébként, akkor link a show mm. Arról van szó, hogy ugye azt nyilván tudjátok, vagy valószínűleg tudjátok, hogy a Marson a Názának vannak űrjárművei, hát ugye ezek a robotok, amik mindenféle tudományos munkát végeznek, ilyen például a Curiosity nevű robot is, de egyébként egy csomó robotja, meg helikoptere, meg egyéb ilyen van a Názának a Marson, aminek hát természetesen ahhoz, hogy elvégezze a dolgát, navigálnia kell valahogy a a vörös bolygó felszínén, ami az esetek nagy részében hát nem távirányítással, hanem önirányítással automatán működik. Nyilván azért, mert ugye most már kedven messze van ahhoz, hogy nem tudunk real-time kommunikálni az ott lévő egységekkel, na ettől még persze lehetne távirányítani, csak kicsit nehezen lehet reagálni, ha bármi történik. Több perc az eltérés, még a fénynek is, tehát a rádiójeleknek is. Úgyhogy így ez nem nagyon megy, önálló navigációra van szükség Azonban az önálló navigáció az hát nem olyan egyszerű. Mert a mas felszíne természetesen, mint akár a föld is, hát nem egyenletes, vannak rajta ugye kavicsok, göröngyök, hát értjük, hát nem, 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 autópálya. Szóval nyilvánvaló, hogy kellene valami menő AI cucca masi robotokra, vagy masjárókra, ami képes úgy elvezetni, hogy azonosítja a hát a különböző akadályokat vagy veszélyeket kikerüli, az úton alatt tervez. Magyarul ugye önvezető autó problémával állunk szembe, csak egy kicsit könnyebb bizonyos szempontból, bizonyos szempontból meg nehezebb, ugye miről beszélek. Természetesen arra gondolok, hogy abból a szempontból könnyebb a helyzet, hogy hát nem igen van forgalom. Most az egyetlen bolygó szerény ismereteink szerint, amit robotok laknak kizárólag, ugye amiket mi küldtünk oda, de hogy így nem nagyon jönnek ezek egymással szembe, mert vannak néhányan a bolygón, úgyhogy ilyen gond nincs, meg nem jönnek a gyalogosok, meg nem fog elénk vágódni egy random biciklis, tehát ez ez a része, ez megoldódott, meg nyilván nem tudunk senkit elütni, meg stb. Viszont nem olyan azért a felszíne, mint a Földnek, azért kicsit más, másik bolygó, meg máshogy vannak azért egy picit a dolgok, ugye más a, a gravitációs erő, tehát, ámint, hogy a nehézségi erő a, a bolygón, nyilván a bolygó másik tömege miatt, szóval, hogy azért nem egészen ugyanaz. Magyarul nem lehet azt mondani, hogy hát vegyétek meg, ami a Tesla-ba van, aztán akkor rakjátok bele azt csá. Mert hogy nem egészen erre a feladatra van. Magyarul kell csinálniuk egy sajátot, ami nem fog nekik gondot okozni, mert elég okos gyerekek vannak a názene. Ezzel most nyilván meglepődtetek, hogy ezt mondtam, ez nagyon informatív volt. Na de értitek a lényeget. Viszont hát ami nekik nincs, nyilván meg senkinek, vagy hát hogy így az nehéz, az a baromi sok idő és az emberi munka. De természetesen a názánál lévő okos gyerekek sem tudnak tanítóállomány nélkül AI-t tanítani. Magyarul szükségük van arra, hogy baromi sok képet felcímkézzenek az emberek, és behúzzák rajta egérrel Tulajdonképpen, hogy ez itt egy kis bucka, ez egy bökkenő, ez egy lapály, erre érdemes valószínűleg menni, amit mi emberi adja, ugye azért elég jól be tudunk lőni. Magyarul tudnánk közlekedni a más felszínén is jó eséllyel, mert a Földön is tudunk közlekedni, felismerjük, hogy, hogy, hogy melyik a, a, az a szikla, aminek nem megyünk neki. és hát ebben kérik a segítséget, tehát gyakorlatilag a tanítóhalmaznak a, a feltegelése az, amit így hát kifordította Náza a világ felé. Magyarul bárki, aki ebbe önkéntesként jelentkezik, ez nem egy bonyolult folyamat nyilván, nekik se érdekük, az, az tegelhet fel képeket, és ezáltal létrehozhatja azt a tanítóhalmazt, amit ma, aminek a segítségével majd feltanítják a modellt, ami majd segít irányítani. Hát most először a Curiosity-ről van szó, de nyilván, ha ilyen modell elkészül, akkor valószínűleg a, a jövőbeli összes ilyen marsjárkánynak a valamilyen módon a részét fogja ez képezni, értelemszerűen. Hát nagyon szomorú, sajnálatos tény, hogy a HVG cikke alatt a kommentekben már jelentek meg olyan emberek is, akik hát ilyen magukat viccesnek gondolják, és direkt hülyeségeket húztak a képre. Ezt majd ti is megnézhetitek magatoknak. Hát ez nem tudom, hogy ez miért jó, vagy miért vicces. Nyilvánvalóan megfelelő módszertant alkalmaznak a nehezennel, tehát természetesen ezek ki fognak esni. De hát most okoztak egy kis plusz munkát, egy tudományos felfedezésbe, egy kis, kis hátráltatást sikerült belevinniük, hát biztos baromi humoros gyerekek. Na mindegy, erről ennyit. A link a show viszont, hogyha van kedvetek és időtök egy ilyen, azt gondolom, hogy vitán felülálló a jó dolognak hozzájárulni, akkor, akkor hajrá, mert minden egyes feltegelt kép segít nekik. Gondoltam, hogy ez egy, ez egy érdekes dolog, úgyhogy beszámolok róla nektek, hát ha valamelyik kötőknek van kedve meg kattintani pár képet, és akkor ennyivel bejebb van a, a Curiosity, vagyis kiebb, mert hogy tud tovább menni, értétek. A következő témám az, az nem egy cikk, hanem egy egy szoftver termék, amit meg lehet venni, illetve hát ilyen ki is lehet ingyenesen próbálni. Igazából nem tudom, hogy ki az, akinek ez igazán jó, mert én megnézegettem, és na mindegy, arra visszatérek, a, a, amikor bemutattam a terméket. A termék neve AI2SQL, vagy SQL, ki hogy szereti mondani, ugye az SQL-t magyarul, szépen mondva, és hát igen, benne van a nevében, hogy ez micsoda, tehát arról van szó, hogy hogy ez egy olyan eszköz, aminek, hogyha elkezded normál emberi nyelven beírni, ez egy nagyon egyszerű form, tehát van egy fölülablak, egy alulablak, meg középen egy gomb. Az a működés, hogy a fölülablakba beírod, hogy három táblám van, ez, ez és ez, tábla nevekkel. Szeretném, ha meg tudnám nézni azokat az embereket, akik a 10 pont fölött értek el a matek teszten, de 4 pont alatt a magyar teszten. Most mondtam valami tök mindegy, ez egy query. És ha megnyomod a, a, a generate query gombot, ez a neve egyébként, generate SQL, bocsánat, ez a neve, <coughs> akkor az alsó formba legenerálja neked azt a query amit ha lefuttatsz a, az SQL alapú adatbázisodon, Uh, nyilván ez, ez standard SQL, tehát mondjuk nem tudom, ha valami nem standard SQL-t használó DB-n akkor azt nem fogja megugrani, értelemszerűen. Uh, de lefutatsz az adatbázisodon, akkor megírja neked gyakorlatilag ezt a query Most én azért nem tudom, hogy ez kinek igazán jó, mert uh, szerintem aki meg tudja már az adatbázisában bázisában mondani a neveket és logikusan, módon el tud mondani egy emberi szavakkal megírt, lekérdezést. Azt már csak egyetlen dolog választja attól, hogy ezt meg tudja írni SQL-ben, maga a szintaxis ismerete, és azért az SQL alapvető szintaxisának ismerete az nem olyan nagyon bonyolult, hogy szerintem ez, ez egy... Szóval az bárki meg tudja tanulni, na. Hát az, az, nem a, az nem egy magas szintű programozás, vagy ilyesmi, hanem nem olyan bonyolult ez a szintaxis. Nyilván most a Uber Profi SQL-eseket nem biztos, hogy utoléri az ember, én például biztos nem tartom magam Uber Profi SQL-esnek semmiké, de az esetek nagy részét tényleg néhány parancs azért meg lehet ugrani. Szóval inkább azért mutatom be ezt nektek, mert szerintem nagyon érdekes maga a gondolat, meg ahogy működik, ki lehet próbálni, tényleg működik egyébként, tehát hogy ez amúgy, amúgy tényleg megy. Érdekes szerintem nagyon a gondolat, hogy hogy gyakorlatilag helyettünk megírják a, megírja az AI a ZIA kódot, ugye sok ilyen találkoztunk már, ez ugye egy sokkal szűkebb, sokkal kisebb volumenű próbálkozás, mint a, 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 komplet kód megírós dolgok, amikről már beszámoltam a korábbi adásokban, ugye az SQL ilyen szempontból jóval szűkebb terület, de talán épp ezért jobban is működik, vagy működhet ez realisztikusabb, hogy működni fog. Természetesen, ha lehet ezt így mondani, hogy természetesen, de igen, természetesen emögött is a GPT-3 áll, mármint hogy az a, az, az AI motor, ami SQR-re lett látanítva. Érdekességképp azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézetek és rákatnintanotok. Hát nem olcsó, tehát hogyha így a, akartok mondjuk tényleg több kverit csinálni, a fizetősben ott azért 9-19-49 dollár havi árazás van, de hát szerintem ebből az 50 dolláros, ami egy realitás, mert azért 9 dollárosban 20 futás van, tehát azt gondolom, hogy az, inkább a próba kategória szerintem, nem tudom. És a 50 dollárban is csak 150, szóval én is itt látom azt, hogy hát mivel a GPT-3 jelenleg ö, nem olcsó, mondjuk így, ezért az arra épülő megoldások is hát, ö, hát nem olcsókra. Tehát úgyis kinek mi mennyit ér meg, persze, de na értitek, hogy mire célzok. Természetesen itt is vannak ilyen mindenféle árazási opciók, meg mit tudom én, link a show nézzétek meg, ez már nem is annyira fontos, már mint hogy az adásnak ez kevésbé része, de inkább azt, azt magát a működést találom izgalmasnak, és én ebben látok jövőt, még akkor is, ha most így konkrétan nem látom, hogy ki az, aki egyébként tisztában van az adat a táblanevekkel, de nem volna képes megírni egy kverit. És hogy az a valaki miért nem szánja rá azt nem tudom, egy órát, hogy azt a szintaxot feltan megtanulja. De lehet, hogy most ezt én elbagaterizálom, és van, akinek meg pont ez segít a, a, dolgába, úgyhogy nem tudom, minden esetben magát a, 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 koncepciót azt tök érdekesnek találtam, úgyhogy be akartam nektek mutatni. A harmadik témánk az pedig, hát valamilyen fokig szintén a GPT-hez csatlakozik, vagy, vagy kapcsolódik, bár inkább ellentétesen, ha lehet ilyet mondani. Hát, most megint bajba vagyok ugyan nevekkel, Asif Razzak, Biztos nem így mondja a nevét, de hát nem tudom. Tollából jelent meg, hogy Facebook-éhez introduces GSLM, a textless NLP model that breaks free completely of the dependence of text for training. Ez egy nagyon érdekes megközelítés. Ugye tudjuk, mert már ezerszer beszámoltunk erről, hogy a GPT-3 a, a, a csúcs jelenleg az ilyen szövegalapú nyelvi modellezésben, de a gyakorlatban még abszolút ott van a BERT és annak 500 változata, mint a Roberta, stb és hogy ezek nagyon nagy modelleken, nagyon sokáig, nagyon sok pénzen keresztül trénelt, stb. stb. ezt már 500-szor elmondtam, nem is akarok megismételni, de mindegyikhez az a titka, kulcsa, hogy bazi nagy adathalmazon készítették el. És hát nyilván emiatt kicsi este tudjuk, én nem tudok nekiállni egy GPT-4-et megcsinálni, mert nincsen ilyen végtelen adathalmazom, egyedül nem is nagyon tudok készíteni, egy írgalmatlan sok munka, mert hát arról nem beszélve, hogy nincs mögöttem a x millió dolláros hardware háttér sem, de értitek. Szóval, hogy ezek, ez, azért jó, mert ilyen hatalmas és sok erőforrás van benne. És hát ebben a, a, a nyelvi modell és természetes nyelvfeldolgozás versenyben természetesen a Facebook sem szeretett volna lemaradni, ugye a Google féle BERT és az OpenAI slash Microsoft féle GPT mögött mellett, mindegy. Szóval egy másik megközelítést hoztak létre. Ők azt mondták, hogy tök jó, akkor abban mi most már nem fogunk versenyezni, hogy mi még 18 millió dollárral, vagy 180-nal többet költsünk rá, és akkor legyen a mi miénk a legnagyobb, és akkor így megy ez így egymás után, és akkor végén már tényleg az nyer, akinek ez a nagyobb a kasszája. Mert hogy lehet így versenyezni, de hogy nyilván ez, nem ebbe utaznak ezek tech -cégek, és nem bankok, tehát nem abba utaznak, hogy ki tud többet befektetni kvázi ugyanabba, hanem arra gondoltak, hogy ők egy másik megközelítést csinálna egy olyat, aminek az újra tanításához elvileg nincs szükség további szövegre. Itt kifejezetten audio szignál, audio jelekről van szó, amiknek nincs lébője. Tehát ez egy unsupervised learning, ráadásul nem is szövegalapú, hanem hangalapú, és nincs felcímkézve. Tehát ugye ebben ez a, ez a természetesen itt is van adattartalom, mint mint a rendszer, az oké, okay, nyilván a machine learningnek mindig kell adata, mint tanul, nem ezt értettem az alatt, hogy nem kell hozzá az a, a, az, az adott bázis, hanem azt értettem alatta, hogy nem kell a felcímkézet, tehát a borzasztó emberi munkával előállított hatalmas adatbázis, nem kell hozzá, mert hogy ez egy ilyen féling medigán supervised módon működik. Nagyon leegyszerűsítve mondom el, hogy mi a, a logikája. Uh, nyilván, ha akartok, link a show bele tudtok menni a, a, részleteiben, mert egyébként nem egyszerű. Ez három részből áll, ez a modell. Egy enkóder és egy dekóder részből, ugye ezen nem lepődtünk meg, tehát először nyilván a hangot enkódolja valami fajta adatsorra, aztán a modell eredményét dekódolja vissza valamilyen hangformává. Ez eddig ugye nyilvánvaló, vagy hát, hogy mindegyik az összes cucc így néz ki, ami a mi machine learning, és a középső az viszont egy nyelvi modellt trénel. Tehát egy olyan modellt, aminek elvileg az a, nem elvileg, gyakorlatilag az a feladata, hogy megtippelje a következő egységet, ez idő időegység, ami idő alatt persze valamilyen hang, szó vagy szórészlet hangzik el értelemszerűen, de ugye ezt időben tudja kezelni a gép. És az benne az érdekes, hogy itt ez a GSLM, ez Ja, Egyébként Generative Spoken Language Model, ez a GSM ennek a rövidítése. Ez igazából létrehoz először egy, egy ilyen baseline nyelvi modellt, ez kb. amikor nullákkal inicializál a neurális hálót, ahhoz hasonlítanám, vagy mondjuk pont ahhoz nem, mert akkor semmilyen modell nincs. De, de mindegy, tehát egy pseudomodellt, ami nyilván van tök rossz, de hogy valamilyen, x, teljesen mi. És utána van egy ilyen diszkrét reszintézis nevű folyamat, ami annyit tesz, hogy a dekóder a kapott végeredményt visszaalakítja hangá, és ezt a hangot összevetik azzal a hanggal, amit az enkóder még az egész folyamat elején lekódolt, és ezt a különbséget minimalizálják. Tehát a rendszer természetesen, mint a mai AI-ok -ok egyikében sem, vagy mindegyikében is, nem tudom azt, hogy kell mondani, továbbra sem érti, hogy miről szól ez az egész, tehát magyarul fogalma nincs róla, hogy, hogy mit generált és miért, hanem ő azt a hangállományt veti össze, amit kapott, azzal, amit készített, és a kettő közti különbséget minimalizálja. Tehát ő megpróbálja eltalálni a következő hangokat. Ő nem tudja, hogy miért az a hang, természetesen, tehát itt nincsen tudatás tovább, sem semmilyen módon, de hogy el tudja találni, hogy mi az. 6000 órányi LibriLight és LibriSpeech anyagon trénelték egyébként meg, és hát ugye ez egy ilyen felügyelet nélküli, vagy önfelügyelő tanulás, ez ugye self-supervised learningre kívják, mert ugye supervised, tehát hogy ugye hozzáveti az előző, az mintához, tehát hogy felügyelt tanulás ilyen értelemben, de a modell önmagát felügyeli, tehát nem emberi felcímkézéssel, hanem önmagához próbál meg hű maradni. Ez egyébként egy nagyon jó ötlet, azt gondolom, mert pont az olyan helyeken próbálják bevetni, hát nyilván nyilván azért csinálta ezt a Facebook, nem, nem, csak így a semmiből jött neki az ötlet, ahol ilyen sokkal lazább, tehát ez a casual, ez a, ez, a, ez a kommunikáció zajlik, ugyanis a, a hosszú szövegeken trénelt modellek, mint például a GPT, azok jók a formális kommunikációban, ahol, ahol hát ahhoz hasonlóan kommunikálunk, ahogy írunk, viszont a, az ilyen rövid hang, tehát beszédszerű adat, az ugye sokkal spontánabb. Tehát ahogy beszélünk, ha a szó szerint leírjuk, még egy tök intelligens embernél is, hát az tele van hibával, befejezetlen mondatokkal, tehát, tehát egyáltalán nem olyan, mint a úgymond szépen írott szöveg. Ezzel nincs semmi gond, ez teljesen természetes dolog, és ennek okán ez a GSLM modell ez sokkal jobban teljesít ott, ami ugye a Facebooknál gyakrabban előfordul, ugye a Messenger, meg, a, meg az Insta révén is, ugye ez a csak a csetek, amikre nagyon kell nekik figyelniük, meg a, a rövid megnyilvánulások, tehát ugye ritka, viszonylag ritka, amikor valaki hosszú értekezéseket rak be a Facebookba, vagy akár a Messengerbe, és hát ezeken a területeken úgy tűnik, hogy hogy olyan, és olyan területeken, ahol nagyon kevés a, 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 vagy nehezen értelmezhető a, lé, a fellébelezett adat, tehát például a, a e kimondott, tehát a beszélt beszédek összefoglalása, tehát valaki tart egy beszédet, most ez nem kell, hogy egy nyilvános beszéd legyen effektív, hanem bármilyen szóbeli megnyilvánulása van, és azt össze kell foglalni, azért, hogy fel tudjuk címkézni, meg tudjuk, hogy abban miről van a szó, például, és ezt AI-ra szeretnénk bízni, mert olyan sok ilyen megnyilvánulásunk van, vagy olyan sok ilyen casual me beszéd megnyilvánulásunk van, legyen ez hang, legyen ez text, akkor, már szöveg, bocsánat, akkor, akkor jól jön egy ilyen nagyon robosztus, kimondottan az ilyen casual dolgokon megtrénelt modell. Azért akartam bemutatni nektek, egyébként előre trénelt modellek és a kód is elérhető, nyilvánvalóan PyTorchban, hiszen Facebookról beszélünk, és még a Scientific Paper is, tehát az összes link az itt van a shownozva, mint hogy egy linketek van ez a cikk, és akkor ott a cikk alján ott van ez minden, amitről most beszéltem, mint link természetesen, a GitHub kód is, úgyhogy ez egy olyan NLP megoldás, ami egyrészt nem szövegalapú, hanem hangalapú, már eleve ez érdekes, másrészt, hogy belső nyelvtani modellt állít fel, ami hangalapú, jó, mondjuk ezzel majdnem ugyanazt mondtam, de nem pontosan ugyanaz a két dolog, tehát az egy dolog, hogy hangalapú, és nyelvtani modelles is, ami hangalapú. Ezt akartam kimakogni. Szóval ez mindenképp egy érdekes lépés, és az is nagyon érdekes szerintem, hogy a Facebook hogy száll bele ebbe a nagy NLP harcba, és milyen módot választ arra, hogy ne arról szóljon tényleg a harc, hogy ki tud még 68 ezer videókártyát venni, és akkor még beletolni, én nem tudom mennyi ö, számítási ö, kört, hanem inkább valami finesszel ebbe a versenybe benn maradni. Szerintem ez nagyon érdekes és izgalmas, és én örülök személy szerint, mert számomra ez sokkal izgalmasabb, mint amikor azt hallom, hogy a Google idén nem 180 millió dollárt költött a, a, a BERT következő változatára, hanem 210, és akkor ez most jobb lett 6%-kal, és akkor erre az OpenAI beletól még 500 millió dollárt, és akkor a GPT-4 az még jobb lesz 3%. Szóval, hogy értitek, ez annyira nem izgalmas számomra, Viszont itt egy tök új modell, tök új matek, friss ötletek, ez szerintem ez nagyon érdekes, úgyhogy reméltem, hogy nektek is tetszeni fog, és azért számoltam most be róla. Remélem tetszett nektek az adás, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!